Fiúk, lányok, ez egy ilyen bütykölgetős kis videó lesz. Balázs barátomnak az FS300-as kaszáját fogom összerakni. Majdnem megkaptam minden alkatrészét. A gépet egy korábbi videóban hiba feltártuk, és Balázs megkért rá, hogy én ezt újítsam fel neki ezt a kaszát, ő ezt szeretné továbbra is sokáig használni. Úgyhogy ugyanállam a rezgés csillapítás nélküli változata a 120-as volt. Én azokat jó kaszának tartom, ez is az, tehát ez is egy jó kasza, a kisköpcent is, tehát azt lehet mondani, hogy az egyenes szárú kaszák belépő, a Stihl-nél ilyen belépő modell szerű volt, de ugye tudjuk, hogy ez alatt még ugye ott volt az 55-ös, 56-os, tehát ami körülbelül teljesítményben hasonló, szerintem legalábbis, tehát itt most adatokat nem akarok kikukázni hozzá, hogy pontosan mi mennyi, de ezek ilyen kis motorok, tehát teljesítmény helyjel közel azonos. Itt annyi, hogy ennek a kaszának a szár hosszúsága már emberes méretre van tervezve, tehát akár én is tudnám használni, és szeretem is, srácok, ezeket a kaszákat, mert otthonra ettől erősebb, jobb kasza lehet, de nem kell, tehát nincs sok értelme. Nyilvánvaló attól függ, hogy mennyi a terület, ahol te akarsz ott abban kaszálni. Én mindig azt mondom, ha már nem indokolja a terület a kaszának a létjogosultságát, akkor váltsunk már fűnyíróra, sőt, akkor már ha veszel egy komolyabb kaszát otthonra, tehát ilyen, láttam ilyen egy-két ilyen kamu videós, akik vesznek ilyen otthonra, ilyen 545 RX-eket, meg ilyeneket, drága kaszákat, most mondok egy számot 300 ezer forint fölött, hát elgondolkodhatsz rajta, hogy mit tudom, pár éves, egy-két éves ráülős kis traktort megveszed, aztán hallgatod a kedvenc zenéidet, és közben úgy legyalulod a felületet, a gazt, a füvet, hogyha tényleg akkora felületed van, amíg az alatt van, akkor a tologatós fűnyíró, vagy öngyáró fűnyíró szerintem hatásosabb, hatékonyabb. Nyilván vannak olyan helyzetek, ahol a lengetős kasza az, ami az indokolt, egy áruparknál, autók között, mit tudom én, olyan tereptárgyak környékén, ami fűnyíróval nem nyírható le, esetleg a talaj rendkívül egyenetlenségei miatt akár, tehát nem vagyok egy nagy kaszás, és szokták is mondani, hogy annyira nem tudok kaszálni, de srácok, az a fű még egy se úszta meg, amelyikre én azt mondtam, hogy le lesz ő vágva, tehát nem történt még olyan, hogy a fű nyer, a gaz nyer, mindig én nyertem, akárhogy is van ez, és érdekes módon a kaszái motorjai nem szoktak tönkre menni, nem kopik ki a gáztengelyem, és nem történnek olyan dolgok, mint másoknál, akik piszkosul tudnak kaszálni, nagyon tudják, hogy kell húzni a gázt, valójában hülye hozzá, mint a seg. Na, ilyen bevezető után nem tudom, mi következik, mivel tudom ezt überelni. Na mindegy, srácok, koncentráljunk erre a fűkaszára. Pontosan azért mutatom be, mert volt már ilyen 120-as nálam, viszont vannak ilyen, akik otthon szerelnek, ugyanúgy, ahogy én is, nézik a videóimat, ők esetleg nem töltenek fel videót, hogy kíváncsiak erre, és én szívesen teljesítem a kéréseiket, mert miért is ne, tessék, itt van egy olyan kasza, amire én azt mondom, hogy ez a Stihltől szerintem egy nagyon jó modell, tehát egy nagyon faszak is gép, minden porcikája szimpatikus, szerelni könnyű, otthonra elég, nem tudok már udákat jobban zengeni róla, mert tényleg, de már ilyen kaszákat nem gyártanak. Ezt akartam ebből kihozni, itt már gyengébb kuplungházakkal meg találkozunk, meg nem tudom mikkel, amik ugyanezt az üzemóra számot, amit ezek a régi kaszák kibírtak, már nem nagyon találunk a palettán, egyik nagy márkánál, sőt kismárkánál se, sehol. Egész egyszerűen rövid távon terveznek, az újat mindig el kell adni, tehát egészen más most a szemlélet, annyi helyen van gyár, hogy úgy ontják ránk ezeket az újdonságokat, az új cuccokat, és egyre több ember akar ebből megélni. Tehát egyre több az ingyen élő, aki abba érdekelt, hogy ne csináljon semmit, csak eladjon a kereskedő, és akkor legyen pénze a semmiből. Tehát ezek nagyon mind a nyúlszar megszaporodtak, ugye a kereskedések, tehát lépte nyomon már tudsz venni, és ez mind meg akar élni. Tehát munka nélkül, magyarán szóval. Ebben is van munka, de nem annyi, mint hogyha tényleg kétkezi munkát végzel. Sok ember szemében nem leszek szimpatikus, de soha nem ez volt a célom, srácok. Tehát nem e szerint raktak engem össze annak idején.
de engem más célba raktak össze itt a robotszerelők. Na, elsősorban ugye megállapítottuk múltkor, hogy a fő problémája a kompressziónak a maga gyűrűben a dugattyú, akárhogy is méregettem én, ezt dugattyút ki nem cserélném még. Én azt mondom, hogy ez egy gyűrű garnitúrát még kibír ez a dugattyú, tehát fölöslegesen ne költsük a pénzt, abban úgy sincsen sose elég. Amit fogok ezzel csinálni, ja hát ugye a karburátort is fel kell újítani, mert eléggé elavult állapotban volt a membránszed benne, úgyhogy azt az egyet nem kaptam meg. Amit kaptam a géphez, ugye vannak ezek az átvezetők, hát ez a cső, tehát bumeránként eldobom, ez vissza fog repülni. Tehát itt a tankból kilógott, nem értem igazából miért volt ennyiben a tankban, én úgy gondolom, hogy ezt már cserélték, és az 50 centisnek a fele, ez egy 25 centis, tehát 50 centisbe szoktam én is venni ezeket, hogyha a stílkereskedésbe vásárol a gumicsövet, 50 centibe felét elvágták, belerakták, bam, és cserélhették. Én nem fogok ekkorát beletenni, mert fölöslegesen lóg bele a tankba, már egy centit belelóg, ugye akkor már visszafolyik a benzin, ez csak egy visszafolyó cső. Amit nem kaptam meg, az a membránszert, viszont nekem van itthon, FS38-ashoz, az én kaszámhoz vettem még, mert egyszer szarakodott, és mondtam, hogy legyen, de nem kellett bele. Úgyhogy, mivel nem kaptam membrán szettet, és ugyanez megy bele tulajdonképpen, tehát ugyanez a karbi megy bele, szinte teljes mértékben. A karbi az ugyanaz, szerintem nincs különbség. Úgyhogy ezt a membrán szettet fogom beletenni, azt meg, hogy ami majd megjön, az majd lesz az enyém itthon tartalékba, vagy eleve el se hozzuk, nem tudom, majd kitaláljuk. De srácok, nem olcsó az ilyen membrán szett, ami tűzszeleppel, himbával együtt van, ugyanis a himbába is volt kopásunk, és mese nincsen egyszerű kicserélni mindent újra, és akkor jó darabig nincsen gond. Ami rossz volt még a gépen a dekószelep, mert nem nyomta ki akkor se, amikor járt, vagy valami ilyesmi volt, tehát elképzelhető, jó, ki lehetne áztatni, ezt a Balázsra bíztam, a Balázs megvette, nagyon jól tette, kapni fog egy új dekószelepet. Nyilvánvalóan levettük a hengert, a karburátort, akkor a tömítések, a kipufogót, ezek mind kelleni fognak, és ki szeretném cserélni a szímelingeket is, habár ezt nem próbáltuk ki, de ez a csomag, ez így nem drága, srácok. Ez 6-7 ezer forint környékén van, és ugye ebben benne van minden. Itt egyedül talán a blokk közép tömítés az nincsen benne, de én azt hiszem, hogy ez gyárilag is szilikonnal van összetéve. Tehát azért nincsen benne. Tehát ez a tömítés komplet készlet, FS120 meg a 300-hoz, én azt hiszem, hogy azért, mert gyárilag is szilikonnal. Szedtem én már szét egyébként ilyen gépet, meg is lepődtem rajta, azt hittem, hogy maszekolás, valaki megírta nekem, hogy nem, ezeket gyárilag is szilikonnal tette össze a gyártó. Na, jó ezt tudni. A Balázs hozott nekem hozzá még egy légszűrőt, ha bár nem volt rossz a régi légszűrője egyébként, de ugye soha nem tudhatjuk, ezt a Balázs nagyon szépen tisztítja, ilyenre tudod megtisztítani, tehát nem tudhatjuk, hogy az a mikro méretű szennyeződés, hogy mennyi van benne, úgyhogy ez is egy cserés lesz, egy gyári új darabbal, ami stíl gyártja ezek szerint. Jó anyagból vannak ezek, nem szokták beengedni srácok a szennyeződést. A Stihlnek ez a legjobb találmány, ez a fajta légszűrő. Tényleg ez a puha gumi, ami rajta van, ez tényleg jó. Na, benzincsövet se kaptam hozzá, tehát membránszed, benzincső nem érkezett, de nekem van hozzá benzincsövem, ha bár ez kívülről kicsit vastagabb, de belülről pont olyan, amilyen nekünk kell. Ez csak egy visszafolyó cső, és fogjuk cserélni ezt az ültetőt, mert ez... A cső az így forgott benne, tehát hogyha oldalra fordítottam az egész történetet, akkor kibírt folyni belőle a benzin, tehát így bele tudom, vissza tudom tömni, és ott, ahol látjátok, ott, ahol eredetileg is ment, ott ki van már, tehát lehet, hogy a cső van összeszűkül, de ez is ki van tágulva, még kemény, úgyhogy mondtam, hogy kell akkor ilyen is. Ez eleve egy kettesével van, mert most már, ha veszel FS120-hoz vagy ilyenhez benzincsövet, már ezt nem adják hozzá sok esetben, hanem két ültetőgumi, ebbe a lukba is belemegy az ültetőgumi, tehát ugyanígy, és akkor már használhatod hozzá ezt a sima egyszerű benzincsövet. Viszont ez a benzincső, ez jó
Nem tudom, miért mondtam, hogy kettőt, szerintem legyen egy nekem is, úgyhogy egyet fogok ebből felhasználni. Ez nem egy olyan összeg tétel, hogy most, hogy ez kár volt megvenni, mert majd jó lesz majd nekem, azt ennyi. Jó, tehát ebből egyet fogunk felhasználni, én ezzel egyet, tehát az egy cserébe még adok a Balázsnak hozzá benzincsövet, mert azt nem hozott. Na, mi lesz még a gépben? Hát a gyűrűk. Tehát a dugattyú gyűrűket is cserélem rajta, azok elkoptak. Meglepő egyébként, számomra ez a gyűrű, az eredetihez képest. Az eredetiben nagy a gyűrű hízak, de a maga a gyűrű hús vastagsága a régibe az lényegesen erősebb. Ezt még föl se kell bontani, mert eleve így van nyitva. Ezek másfeles gyűrűk. Nekem valahogy az eredeti a régi, tehát az egészen másmilyennek tűnik. Nem tudom, hogy ez egy eredeti stílgyűrű-e vagy sem, ezt én nem tudhatom, de teljesen máshogy néz ki egyébként. Tehát így a kopott gyűrűnek is vastagabb a hús vastagsága, mint ennek. Hát én nagyon remélem, hogy jó lesz. Mindjárt hozzuk a hengert, belepróbáljuk, biztos, hogy szerintem jónak kellene a gyűrű hízadnak. Remélem, hogy nem mást adtak. Még rajta van tömítés, ezt le fogom szedni, meg ki fogom tisztítani, mert elég jó mennyiségben van benne. Jó, hát sok mennyiségben van benne a szén. Ott látszik a gyertya környéken, elég vastagon, ezt csavarhúzóval egyszer le fogom kaparni. És van ilyen mini kis drót korongom, csak magát a fejrészből onnan ki fogom azt szedni, mert srácok, ha ez bekerül a gyűrű meg a henger közé, akkor ez a nagyon jó minőségű henger, ez megy a levesbe, és jelen pillanatban azt kell mondjam, hogy még mindig a 100%-hoz közeli állapotban van, ez érdemes, erre érdemes vigyázni, és meg is kell menteni. Az ilyen jó állapotú hengert meg kell menteni, vigyázni kell rá. Nem fog semmiféle fölpolírozást, meg ilyeneket használni, alkalmazni, én csak tisztítom a hengereket, nem hónolom, mert a hónoláshoz is kell tudás, a hónolásnak az átlós fedéseknek meg kell, hogy legyenek. Ezt házilag te, hát hogy mondjam, egy ilyen kisméretű zsákhengernél, mert ugye ezt úgy hívják, szinte kivitelezhetetlen a nyitott felömlők miatt. Az ujjadra rakott csiszoló vászonnal ezt imitálhatod, én a saját gépeimben meg szoktam csinálni. Eddig még én úgy érzem, hogy elég jó sikerrel, de semmiféle gépi, tehát ilyen gépi megmunkálás, meg ilyen alakformálás, valaki egyszer ezt írta nekem, lebaszott érte, hogy milyen hülye vagyok, alakformálás, te ha itt alakot kell formáljál, ott nagyon nagy a bajám, abba a koponyába, aki ezt írta nekem valakire, ott nagyon nagy probléma van ám ott benne. Amikor itt már elmegy az alak, tehát már itt már, hogy mondjam, ovális a henger, úgymond, tehát idézőjel ovális, ott ezt már egy bevonatos hengerni, tehát alakot már ne formáljál. Tehát voltak ilyen izék is, ezek az emberek tömörültek annak idején bele abba a kalákába, ugye Gáborunk vezetésével. Hogy miért jövök megint ezzel a témával elő, mert én mondtam, hogy srácok, örülök, hogy végre csend van. Ketten kerestek meg Gáborféle témával, és mind a kettőknek azt mondtam, hogy aludjunk rá, meg gondolkodjunk. Egyébként egyelőre kíváncsi voltam rá, hogy mi lesz az, mert ugye kaptam én ám az e-maileket, hogy nem sokára, jön ám majd, de ilyen csicskáktól, a csicska verzióktól kaptam azért. És érdekes, hogy apu most mondta, hogy csönd van, és csönd van, a csicskák csöndben vannak. Ilyen Orbán, meg nem tudom milyen izény nevű szarjankókák. Hát hol vagytok, tesóim, hol vagytok? A Viru Árpi készen áll, tehát én készen vagyok. Na, hát a lényeg az, hogy kerestek, és így videón keresztül üzenem nekik azt, hogy átgondoltam meg, átrágtam magam a dolgon, és menjen a dolog, mert ez nem akkor lesz végig, amikor ők akarják, majd akkor, amikor én. Mert ugye ez nem én. Na, jóan koncentráljunk a gépre. Megtisztítom a hengert, megtisztítom a dugattyút. Ez az első lépés, tehát ez is neked legyen meg. Tisztítsad le róla a régi tömítéseket. Le fogom szerelni róla ugye a kuplungot. Én leveszem róla a lentkereket, ezek alatt találjuk meg a tengelytömítéseket, ugyanis a csomagunkba, nekünk, ugye a tömítés készletben megvan a tengelytömítés. Ha csak magát a tengelytömítéseket vesszük meg külön a boltba, akkor nekünk ez belekerülhet olyan 5000 forintunkba. Most, hogyha megvesszük így a tömítés készlettel együtt,
Akkor egy 6000, tehát én azt mondom, hogy 1000 forintot nekünk ez a plusz megér, hogy biztos, hogy azt kaptuk meg. Nem kell külön cikkszámokat keresgessünk, egy cikkszám, tehát tömítéskészlet, és megvagyunk. Tehát akkor a gépbe tengelytömítést is cserélünk. Kék szivattyú szimeringe. Megint bazenbe, vizébe be kell írjak a stílnek, hogy ezt most már fel vagyok háborodva. Hát nem szivattyút szerelek, fűkaszát. Hát a szoprán megmondta. Mi nem lehet ezt megérteni? Én megértettem, akkor ők miért nem? Megint ilyet küldtek. Na, szóval srácok, meg fogom csinálni ezt a kis gépet. Én szerintem jó lesz. Visszaemlékszem még az utolsó 120-asra, hogy azt megcsináltam, és azt olyan boldogan megtartottam volna, mint a 21, tehát nagyon tetszett, tehát odáig meg vissza voltam tőle. Nem nagy teljesítményük a szelkedek, srácok, de nem volt olyan, hogy mondjam, olyan szituáció, ahol ettől több kellene otthonra. Tehát nem erdőmezőt kell ezzel vágni, hanem otthon a telket. Tehát arra jó, arra a legjobbak. Na, megpucolok mindent, és leszerelek mindent, utána mutatom. Tehát szokványos módon beütöm a szimeringeket, óvatosan vigyázva. Szerintem ez egy nagyon egyszerű ennél a modellnél. Két egyforma szimering megy bele. Ez a... nem tudom, hogy 5-ös vagy 7-es, lehet, hogy 5-ös. A fenet ugye 12x22-es, de láttam már ilyenből 5-öst is, 7-est is. Létezik ebből utána gyártott is, te vásárol, nem muszáj neked mindenből megvenni a legjobbat. Létezik ebből utána gyártott, például a okáért. Apusomnak a kis fűkaszáját vettem, ez FS38-as. Ugyanilyen szimeringek mennek bele, de bőven jó abba ez a fajta SOG, sok szimering, tehát ez nem tudom milyen cég gyártja le őket, ezek a kékek. Tulajdonképpen hasonló anyag, mint ami ebbe a fémbe van belül. Én azt mondom, hogy ennek még a keret még jobban is tömít a fémbe. Tehát ez a... Tehát nem ezekkel semmilyen rossz tapasztalatom nincs, srácok. Hosszú éveket mennek. A Gábor barátomnak a 361-esébe lehet, hogy ő nem tudja, lehet, hogy nem mondtam el neki, de pont akkor volt egy rendelésem a kertmotorból, ezt is hozzá fogom tenni, leszarom, ha nem tetszik valakinek, és gyári 361 szimeringet rendeltem, és kaptam egy utána gyártott a gyári áron. Ez van, leszarom, én kaptam, én fizettem ki. És bementem ide a helyi csavarcsapályboltba, és ilyen külső, tehát a 361-en is és ilyen fém keretes van. Bementem, és volt nekik itt a csavarcsapályboltba viton, tehát barna, és ugyanez a gumírozat szélű, azt raktam bele, most nem tudja, Gábor már több mint egy éve azt használja, és szimmering problémák nincsenek, tehát hogy vonom, amit veszel így a csavar csapályboltba, azok se rosszabbak, mint ezek, és olcsóbban kijössz vele, érdemes utána kutakodni. Persze, aki ragaszkodik a saját gépéhez, a gyárihoz, azt megértem, mert annál jó, biztos, hogy nincsen semmi, de van, ami ugyanolyan jó, olcsóbban. Nekem viszont meg ez a véleményem. Belerakom az új gyűrűt, ami teljesen más, mint ami régi volt benne. Iszonyatosan kemények, óvatosan kell eljárni ezzel, nehogy eltörjük, mert nem olcsó mulatság. Tehát ez nem olcsó. Hát nagyon szép, hézagmentes szinte, tehát tényleg jó, meg minden. Nekem ez a furcsa, hogy maga a belső anyag vastagsága, tehát a belső vastagsága, ez az új, tehát köszönő viszonyban sincs a régivel. Köszönő viszonyban sincsen vele. Hát remélem, hogy tenni fogja a dolgát. És reménykedek benne, hogy nem azért, mert ez egy utána gyártott dugattyú, amihez külön a saját gyűrűje volt, és ott már más a marás. Ha így beteszem teljesen, akkor a dugattyú felülete kijebb lóg, mint a gyűrű. Ha ezt beteszem, hát itt még jobban. Úgyhogy ez egy érdekes szituáció lesz. Annyira nem vagyok örülve, jelentem alásan. Na, mit eredményezhet ez szerintem? Tehát az én véleményem szerint mit eredményezhet, ha összerakjuk ebből a dugattyúval ezt a gyűrűt? Azt eredményezheti szerintem, hogy csörögni fog, meg lesz a kompresszió, szépen fog menni, de nem lesz szép motorhang. Most nem tudom, mit csináljak. A Balázs elment nyaralni, ez a heten van rá, tehát itt van ez a heten van rá, és
Utána be vagyok táblázva, srácok, más kell majd csináljak, most szeretnék én ezzel végezni. Tehát nem igazán tudom, hogy mit évő legyek. Szívesebben raknák erre egy utána gyártott szaber vagy aib gyűrűt most, ebbe a pillanatba. Ez egy elhibázott történet egyébként most, szerintem. De nem biztos, nincs tapasztalatom. Én nem raktam, amikor ilyen helyzet állt fent, srácok, akkor nem raktam bele ilyen gyűrűt, hanem akkor vettem másikat. Tehát most nincs az a helyzet, nem tudok venni másikat. Most télen lenne ez, akkor következő hétre rendelnék 2 szabart, mit tudom én, 900 darab, vagy 800, nem tudom már megmondom, mennyi darab, nem vettem mostanában. Vagy aipot, én nagyon elégedett vagyok az aip gyűrűkkel, srácok. És akkor azzal raknám össze. Én is sok apró ütegetéssel teszem be, és rengeteget ellenőrzöm. Így lesz a végén, nem fel, de a határozott nagy ütések itt felejtősek. Haladunk, haladunk. Lassan ott vagyunk a peremnél. Érdemes olyan krovát választani, ami pont még odáig a rézsvíjig bemegy, de tovább már nem. Tehát erre időt kell szakítani. A stileknél, ezeknél a kisebb gépeknél mindig a 16-os krova, kínai egyébként, az vált be nekem. Azokat ütöm, tehát nem a normálisat veremtöm. Lassan odaérünk. Mindig nézd meg, én nekem ilyenkor már szemüvegkel, hogy lássam, hogy jó a szint, nem kell szégyelni, egy idő után minden kis rácok erre a sorsra jut. El kell fogadni, nem könnyű, de el kell fogadni. Van egy ilyen krovám, aminek így megszedtem, ezt kimondott, mások szimerinkhez használom, ugye? Ez pont azért, hogy ott a rézsűnél is egy kicsit még, hogy ne sérüljön a rézsű. Tovább tudjuk igazgatni. Pont a rézsű szélét szeretném körbe mindenhol elérni, az a kívánt magasság. És mindenhol körben elértük a szintet, és szerintem nagyon szép egyenesen áll benne, úgy, ahogy kell. Ugye akkor egy kicsit szorul így már a főtengelyünk, tehát ennek az a lényege, majd be fog járulni, meg az üzemanyagtól ez a gumi része, ez a kék része, ez fogja kapni az olajozást. Csak kiütni tudod, nem tudsz máshogy csinálni. Nagyon szép a tűgörgő, srácok. Kegyetlen újnak tűnik. Kegyetlen jól néz ki. Érdekes. Igen. A szokásos stíljel jelzés nincsen benne. Tehát nincsen benne a stíljelzés. Szám van benne, valami 0-3-6, de olyan dátumnak tűnik nekem, semmi másnak. Nem találom benne a szokásos stílnek a jelölését. Na, ilyenkor mi van, srácok? Balázs, téged. Na, hát nem tudom, fogja látszani, de a megtisztított dugattyú tetőn ott az ér, tehát itt elől itt felfedeztem a stílnek a jelét, ott van. Ugye benne nem találtam meg, és én azt gyanítottam, ez nem stíl dugattyú lehet, ez bizony a gyári stíl dugattyú. Na már most megnéztük a cikkszámok alapján, az igazság az, hogy kettőféle gyűrűt lehetett volna hozzá rendelni, de a kosárba, tehát megvásárolni jelen pillanatban csak ezt az egyfajtát engedélyezte. Most nekem ezzel ez a problémám, hogy nem tudom, hogy átadja a kép, mikor belenyomom teljesen a gyűrűt a dugattyúba, akkor a dugattyú anyaga van kijebb. Tehát én azt mondom, hogy de nem kicsivel, tehát nézzétek meg, mennyivel. Én azt mondom, hogy ez nem oké. Tehát ez nem oké. És bizony kétféle cikkszámmal rendelkező gyűrűt lehetett volna venni hozzá, és ez a cikkszámú valószínűleg, ez nem ehhez ad. Tehát azt akarom mondani, hogy volt neki vagy ránc felvarrott, vagy ez az öregebb, vagy az az öregebb, de valamikor ránc felvarrásba került a dugattyú, vagy más beszállítóval gyártották le, vagy éppen ez az eredeti, és akkor utána már beszállítóval szállítatták ugye a dugattyúkat. Ez a dugattyú teljesen jó, de nem ez a gyűrű megy rá. Na most a Balázs nekem azt mondta,
hogy vegyünk kompletten hozzá egy új dugattyút. Mert ezt a kaszát még akár 20 évig is szeretné használni. Én nagyon reménykedtem benne, hogy felhívtam telefon, elmondtam neki ezt a hírt, hogy én ezt így ezzel nem építeném össze. Nem tudom, írjátok meg, akinek van tapasztalata, én ezzel így nem építeném össze. Ha ráteszem ugye a régi gyűrűt, akkor azt csak addig tudom benyomni az ujjammal, hogy szintbe kerül a magával az alumíniummal, tehát a dugattyúval. Ezt bejjebb tudom nyomni. Én ezt nem építem be, mert egyébként őszinte leszek, csináltam már ilyet, és nem lett jó, mert csörgős hangja lett az egész rendszer. Tehát csörgött a motorja. Utána vásároltam szabergyűrűket, azt tettem rá, és az belesimult, az vastag apusú volt, és egy utána gyártott gyűrűvel tudtam ugyanezt megoldani. Majdnem biztos lennék abban, hogy itt is két szabergyűrűvel ezt meg tudnánk oldani. Annak vastagabb maga a húsa. Egész egyszerűen gyártottak olyan dugattyút is, hogy ez a bemarás az kisebb, tehát nem ilyen mély. Egy próbálkozás, ami megér, megpróbálom máshol a másik cikkszámmal rendelkező gyűrűket megvenni. Most ugye ez egy ilyen 6000 forintos próbálkozásám, srácok. Tehát ebbe várnám azoknak a segítségét, aki már épített be mind a két filé, vagy aki szembesült ezzel a problémával, hogy a gyári dugattyúhoz nem olyan gyűrűt kapott. Tehát olyan gyűrű, tehát a mérete olyan, csak a vastagságra nem olyat kapott, ami jó lenne. Ugye 1/5-ösben létezik ez a gyűrű csak, tehát 1/2-ösben nincs, tehát így a vastagság jó, csak ugye a horony mélysége nem jó. Na hát, ha valakinek bármilyen tapasztalata van ezzel kapcsolatban, úgysem most rögtön lesz minden megrendelve, mert ez már nem fér bele nekem ebbe a hétbe, úgyhogy akkor ez egy hónap múlva lesz aktuális ez a javítás. Itt megállok, hiszen a Balázs azt mondta, hogy ne, de érdemese, tehát hogy érdemese megvenni az új dugattyút, vagy tényleg, mert ez jó, nagyon jó a dugattyú, srácok, de tényleg nincs elkopva. Ez tényleg egy vétek lenne belőle kivenni, mert ez egy nagyon jó dugattyú. 35 mm-es egyébként. Ez a dugattyú, ez jó lenne egy FS 80-asba is, tehát a régi 80-asba is ugyanez a dugattyú van. Hát nem tudom. Most az, hogy az ember 6000 forintokkal próbálkozzon rendelgetni, és akkor nem lesz jó, és a Balázs nem akar szabergyűrűt, mert a szabergyűrűkkel jó lenne. Tehát az a jó lenne, annyi az egész tényleg, hogy az ki tudja, lehet, hogy 2-3 évig lenne jó. Ő még ilyen 20 évekbe szeret gondolkodni, amit meg tudok érteni, tehát meg tudom érteni, legyen gyári, ha valaki azt részesíti előbe, az nem rossz gondolkodás egyébként, tehát én, ha az enyém lenne, tehát nem szarakodok, én a szabert beleraknám, mert én a 181-es fűrészembe is a gyári dugattyúm, tehát a dugattyú nekem is már kapott volt, hiába nem ilyen öreg a gép. Én tudom, hogy nem jó gyűrűkkel rakják össze azt a 171-181-211, minél előbb gyűrűt kell benne cserélni, és nekem azóta tök jó, tehát a szaber gyűrűkkel nagyon jól megy az én kis 181-esen, ha már nem az enyém, adattam a fiamnak, de bánom, mint a kutya, aki 101-et kölkezett, mert nagyon hiányzik sokszor a kicsi könnyű fűrész, úgyhogy lehet, hogy majd felajánlok neki helyette egy másikat. Habár most a kisebbik tanakával is ugyanúgy elboldogulok kis tanakákkal. De azért a kis 181-es sokszor hiányzik. Na, srácok, ez a videó nem ennyi, mert akkor folytatom mással, hiszen mutattam, megjött a 553, igen, RS. 553 RS-nek megjött a holmia. Akkor mese nincsen, én azzal fogom folytatni. Ezt szépen elteszem. Hát ezt eltesszük. És szerintem ezt még én átbeszélem a Balázssal. Mert egy ilyen dugattyús játszok akár is van, ez egy olyan 30 környéki történet lesz, 28-30 környéki történet. Akkor ez a kasza megy félre, akkor folytatjuk a vükkölést, tehát a napomba akkor így pont belefér ez a 20 karnapfű kasza. Ugye megjött hozzá az, ami nélkül küldték el, úgyhogy első lépésbe rárakom azt, amit fölöslegesen levettek, levesszük róla ugye a kuplungot, mert ugye a kuplung harang nélkül, ha így indítanánk, akkor hát szét repülhetne akár, nem is repülne szét, de széttágítaná a rugót, sőt, hát beleérhetne magába a házba, akármilyen problémánk történhetne így, tehát levett kuplung haranggal nem szabad indítani.
Na, ugye ez a Husqvarnának egy ilyen a legnagyobb háztáji gépe, tehát nem professzionális háztáji gépe. Én azért jobban vigyáznák rá, mert nem egy olcsó darab, ez is 200 ezer forint fölötti történet, tehát azért ez is megközelíti ám srácok a professzionális árakat, tehát ilyen 20-30-50 ezer forinta van csak lemaradva. Örülök neki egyébként, hogy egy ilyen motort esetleg szétszedhetek, kíváncsi vagyok rá belőle, milyen egy motor, ugye anélkül ez a gép innen el nem megy, hogy szétem bombáztuk. Én nekem úgy tűnik, mintha új primer pumpa lenne rajta, tehát hogy a gép állapotához képest az meglehetősen tiszta és újnak tűnik. Lehetséges, hogy egyébként korábban írta már a tulajdonosa, hogy miket csinált vele, hogy próbálgatta, miket szereltek rajta. Ez miatt én mindenkitől elnézést kérek, mert rengetegen megírjátok. Tehát úgy gondol be, hogy hetente megismerkedek legalább kettő ilyen új történettel, már azt sem tudom hova tenni. Tehát amikor megérkezik a gép, akkor nézek utána, hogy milyen e-maileket váltottunk, mert az ilyen levelezéseknek és a ilyen akármilyen internetes kapcsolatotnak a 70%-ába semmilyen gép nem érkezik utána, meg mit tudom én, tehát általában a távgyógyítás az nagyon ritka esetben működik, srácok, mikor valaki rendkívül jól el tudja mondani a gépnek a jellegzetes hiba jelenségét, az nagyon ritka eset, és ha abból beugrik nekem, hogy mi is lehet a probléma, és az illető meg is érti az instrukcióimat, és úgy megpróbálja megcsinálni, olyankor sikerrel járunk, de általában meg se értik azt, amit mondok, tehát hogy kéne az egésznek nekiállni, teljesen máshogy állnak neki, és akkor visszaírják, hogy hiába próbáltam, nem lett jobb. És akkor ilyenkor, mikor eljön a szerkezet, és én ugyanazt megcsinálom, mint amit elmondtam, általában siker koronázza a helyzetet. Én remélem, hogy itt is ez lesz, hogy siker fogja koronázni a helyzetünket. Lássunk neki! Nem szedtem még le ilyen gépről a kuplungot. Én gondolom, hogy ugyanúgy le lehet róla parkside-ozni. Azért használok folyamatosan ilyen parkside gépet, mert egyet már tönkretettem, mert ez egy olcsó alternatíva egy otthoni szerelésre. Ez bárki megengedheti magának, még újkorában sem túl drága, viszont tisztába kell lenni, srácok, azért kerül ennyibe, mert a minősége pont annyit olyan, remélem nem bántó volt, és nem félrevezető, amit most mondtam, pont annyit ér, amennyibe kerül. Tehát ez a pontos megfogalmazás. Na hát levettem a kuplungot, és mindjárt elővettem ugye a kezelőszervet, rátoltam a kettő kábelt, érdekes, hogy az egyik kábel az olyan szép csattanósan bement, a másikat nem tudom tovább tolni. Nem tudom, ez miért van. És a másikon olyan szépen ráhúztam, ugye rá lehetett húzni ezt a védőköpenyt, ezt nem. Hát még próbálom még egyszer más irányba. Nem szeretem ezeket a csatlakozókat, de nyilván ez olyan, ez a csatlakozó, ezt nem sűrűn kell szétszedni. Tehát nem azért van, hogy ezt lépten nyomon szétszedjük. 10 évente, ha egyszer. A másik kattanósa ment bele, ez nem. Meghúzom jobban a burkolatot, akkor takarni fogja, egész egyszerűen nem tudok mást kitalálni. Marad így. Na, srácok, ezzel meg vagyunk, kuplunk ki van szedve, a karbinál kell visszakötnem ugye a potent, nem tudom milyen torx-szal megy, de a 27-es belement. Na, a 20-kor olyan már mind a stíl. Érdekes. Olyan torx, mint a stíl. Na, akkor van még egy rajta, jó van. Típus is keresztelem rendelkezek, srácok, tehát igazából nem. A karburátor is szereltem még ezeket a gépeket, csak nem tovább. Van neki egy ilyen szivacsa a légszűrő előtt, és ez így néz ki. Húha! Tehát ez mennyi levegőt engedve, már csak oldal tudja szívni. Hasonló jellegű a légszűrő, mint a stíl, amit használ. Ez is számomra érdekes. Tehát két stíl alkatrészt vettünk irányé. Tehát a csavar, 27-es torx, meg ugye a légszűrő. Most megkeresem a stíl légszűrőt. És fel lehetne cserélni stíl légszűrőre. Ha, mind a 21, srácok. Hát mind a 21. Hát mi van itt? Kompatibilis. 100%-osan. Tehát nem kicsit, nagyon. Tehát a Husqvarnának ez a légszűrője teljes mértében lekopintott
Végszűrő. És az, hogy a stíl volt az első, az eredeti, az azért, mert nagyon öreg gépekbe is. Hát ez is a 20 éves gép, hogy mennyi ez a 300-as. Nem tudom, írja meg a gazdája, ha nincs is 20, de nem egy fiatal modell. Más a légszűrő anyaga, az tény. Hát én ebben az esetben én az a stílnek a légszűrő anyagát látom valamivel jobbnak. Tehát valamivel komolyabbnak. De méretben, srácok, ugyanaz, mint az FS 300 vagy a 120-asnak a légszűrő. Sőt, hát ezt a légszűrőt rengeteg gépben használja a stíl. Tehát ez ugyanaz. Tehát nincsen különbség méretben. Teljes mértékben ugyanaz. Ugyanaz. Wow! Na, mit derülnek ki, mi is, srácok? Tovább. Látunk egy kósza benzincsövet, ami nyilván ez a visszafolyó. Tehát minden benzincső lóg a levegőben, oké. Tehát nincs itt ebben gond. Mindenképp arra gondoltam, srácok, lekapom róla a karbit, belenézek a membránokba, belenézek a dugulásába, meg mit tudom én, és utána töltünk vele benzint, és itt az asztalon megpróbáljuk indítani. Tehát ugrik le a karbi. Vagy csak dugjuk rá így a vezetékeket? Tehát az blamás lenne, ha így elindulna. Tehát ez nagyon kuty. Nem tudom, de az izének a primer pumpának hogy van, nem látom a vezetékét, de valószínűleg ez a vezeték a primer pumpának. Ez a visszafolyó ág, azt kéne oda beledugni. Hát srácok, én megkockáztatom, visszadugom a vezetékeket, és teszünk bele benzint, mert üres. Helyesen üresen jött a gép, valaki srácok feladja benzinnel, és akkor rak bele mondjuk pár tábla csokit, vagy mit tudom, én csak mondtam valamit, vagy akármit, és ugye az egésznek ilyen benzinszaga, meg akármi lesz. Ha hozzám küld bárki gépet, ha láncfűrész, az a lánckenő olaj, az maradjon benne, az legyen benne, ne az enyém fogjon. Benzin viszont ne legyen benne semmi, mert a térdét úgy is kiönteném. Tehát az, ahol úgy sem használnám, és nyisd ki a tankot, és egy pár órát szellőztes ki, majd utána csomagold be, és úgy küld el. Tehát ne legyen a csomagnak benzinszaga. Na, hát ez olyan, srácok, ez, maga, ez már tényleg ki van jó szellőzve. Csak le kell legyen róla a karit, mert alul van neki, tehát a bobzen alulról fut fölfele, aztán oda semmiképp nem férek hozzá. Tehát mindenképp először rá kell tenni a karbira a bobzent, és úgy lehet felszerelni a karbit. Tehát akkor az a ötletem, hogy először próbáljuk, hogy az nem működik, ilyen apró technikai okok miatt, úgyhogy szereljük le. Úgyis akkor már len van, akkor még már belenézünk, és akkor nincsen blamás sem, semmi. Úgyis a dobozba találtunk egy papírtömítést, az nyilván nem került a karburátor elése, akkor azt is oda tesszük, ha kell neki. És így akkor minden a legnagyobb rendben lesz. Na, hát itt meg is vagyunk a szétbombázással. Igen, csak érdekes a szitu. Érdemes megnézni így a kis próbálkozást, hogy mi benzint ide kifröcskölt. Ugye ez a rossz ültetőgumi, amit így össze-vissza tudok bohózkoztatni benne. Ez nem jó. Amikor már szárazon belemegy, akkor szorulni kell neki. Nem vagy a benzincsövek, mikor benne vannak. Tehát ez így kaka. Tehát ez ilyen könnyedén nem mehet benne. Hát az első és a legfontosabb dolog, hogy az ilyeneket elhárítjuk, tehát mese nincsen. Nem tudjuk, hogy még ez alatt mi van, tehát ez alatt is kell, hogy legyen tömítés, papírtömítés, hogy az ott rendben van, vagy nincs rendben. Na mindegy, egy ilyen szerelés, amikor ilyeneknek nekiállsz, ez mindig többféle problémától védezhet az ilyen dolog, úgyhogy ritka az, amikor egyféle problémád van, és akkor az miatt nem megy. Azzal általában még megy, csak nem jól. Tehát ez mindenképp azt jelzi, hogy itt többféle probléma van, ami így összeadódott. Na hát ezt a benzincsövet, ez ilyen akármilyen benzincső, ezt levesszük róla, ez jó lesz majd a visszafolyónak. Egy jó vastag benzincsövet teszünk rá, megnézzük, hogy ez ide jó-e? Jó ám bizony, egy ilyen valórás. Rácok, el kell menni a Husqvarnához, vagy a Stihlhez, és a saját márkás ilyen fekete benzincsöveket tessék megvenni. Tehát ne ilyenekből, tehát ne magadjit. Tehát ilyeneké, amikor fizetsz érte mondjuk egy ezrest, akkor ne vegyél 200 forintig agyit. Tehát nehezen spórolj, mert utána nem fogod tudni, hogy hol rontottad el az életedet. A primer pumpánál ez a felső kis cső, ez nagyon puha és nagyon passzentos és nagyon rajta van. Annak a cserét teljesen fölöslegesnek tartom.
az teljesen jó. Hát ez belméretben ugyanaz, mint ami volt, csak külméretben egy kicsit dagatabb. Várok tőle változást. A benzinszűrő miatt egy másik fajta csövet kell itt használnom, mert ez megy úgy rá, hogy az egyébként, ami rajta volt, ez könnyen le is jött, ez szorítja. Itt van egy ilyen, ahogy mutatom akkor. Elég nehezen is jön most le. Tehát így rámegy a cső, és utána van egy ilyen patentos valami, tehát ezzel a gumicsővel, avval a vastaggal ez nem működött, tehát nem bírtam volna rátenni. Úgyhogy kénytelen vagyok ilyen kicsivel vékonyabbat használni, de még ez is jobb, tehát ez jó, tehát ez puha, meg nincsen összenyomorgatva. Meglátjuk, ha így betesszük. Ha ebben se oldódik meg, akkor nem kell megijedni. Jön a jó öreg teflonszalag, oda a horonyba be kell tekerni teflonszalagot, úgy pattintod a helyére, és az teljesen jó lesz. Higgyél nekem. Pedig van benne. Érdekes. Eléggé szar állapotban van. Kimondottan roppi kemény. Na jó, hát eleve így indult, hogy fogjuk cserélni, úgyhogy akkor ennek a magasságát be kell állítani ahhoz a kerethez, ami ott van. Tehát van keret, ugye a luk körül, itt, ezek. Tehát ez, akkor ez a magasság. Ilyen egyszerű a történet. Oké. Rászereljük ezt a oldalt, és akkor tudjuk tesztelgetni. Ez egy komplett kínai láncfűrész szett, tehát kínai. Nem vagyok benne biztos, hogy ami benne van az eredeti, tehát hogy az nem-e kínai, tehát ez teljesen mindegy. Igen, sikeresen meg akartam fogni a rugót, de sikeresen elpattintottam. Hurrá! Na, időt kérek, és megtalálom. Nem lett meg, úgyhogy rugóból marad a régi. Tehát ilyen az élet. Nem nagyon szeretem egyébként szeren ezeket a rugókat, szitákat, még ilyesmit, ezek ilyen tompák ehhez az én ujjaim. Na, vagy marad ez, de mindjárt meggyőződünk róla, rászereljük ezt a felét, hogy ha jó, akkor nem is szedjük ki, mert nem kopott. Tehát a himba nem kopott. Ha a tűszerep jól működik, akkor marad. Van rajta szennyeződés. Hogy ez ilyen hogy kerül rá, azt nem tudom. Mindenhez én se értek. Na, rákerül a kínai láncfűrész membránszett, mert nekem ez van itthon, tehát nincsen. Huszkornához általában nem sok mindenem van, tehát benzinszűrő maximum. Mi van még? Pár tömítés, ilyen karbitömítés, papírtömítés, más nem igazán. De, tehát ez nyilván azért, mert ez tiszta, nagyjából ja. Valaki azt mondja, hogy VD40-nel érdemes átitatni ezeket a fekete tömítéseket a karburátor összeszerelése előtt. Lehet, hogy van benne valami, vagy olajjal, hogy akkor tartósabb. De elméletileg ennek a tömítésnek ki kell bírni. Tehát addig nem lesz szétszedve, ameddig teljes mértékben membráncserés nem lesz a gép. Tehát magyarán ez az egyszer szerelős. Igen, ellenőrzés céljából, amikor szét kell szedni, és jó minden, akkor nyilván összerakod. De magyarán szóval, tehát tulajdonképpen ez ilyen egyszer szerelős történet. Na. Most lehet tesztelgetni, hogy a tűszelepünk jól működik-e. Szerintem jól. Úgyhogy arra nem is lesz szükségünk. Egy rugónk úgyis elment a levesbe, hála jó égnek. Igazából az lenne, hogy teljes mértében minden új kerülne bele, de nyilván kopott a hímba, tehát a tűszelep jól működik. Igazából pont a rugó az, ami jó jött volna bele, az meg világgá ment. Akkor mit csináljak vele?
Na, itt van először egy tömítésünk, ugyanis akkor van a membrán. Én nagyon remélem, hogy nem ekkora hibával küldted ide, hogy most izé, hogy nem volt jó a papírtömítés, rosszak a benzincsövek, meg edek, mert az összes videóm erről szól. Tehát tényleg erről szól, hogy a benzintanktól kiindulva, ugye a karburátoron át, majd a nyomás próba, tehát a tengelytömítések nyomásáig szépen, szisztematikusan ellenőrizd le. Tehát erről szól nekem, erről szólnak a videóim. Mert ez tényleg azt lehet mondani, hogy ha ilyen probléma, reméljük, csak reménykedjünk, inkább úgy mondom, reménykedem, hogy van más baj a gépnek. Stihl FS38 tömítés. Srácok, ez egy Stihl klón, ez a gép. Maradjunk ennyibe. Na nézzük meg, srácok, hogy csináltunk-e valamit. Egyébként ránézésből a gépnek az alsó része rendkívül olajos, tehát rendkívül olajos. Ez egy fűkaszánál legyen gyanús, srácok, ez elképzelhető, hogy valami tömítése ennek a gépnek még ki van. Na hát új a membránszet, új a karburátor csonktömítés, a benzincsövek, a tanknál látszik, hogy szépen zárva nincs is a benzinszag, vagy nincs a benzinfolyás, úgyhogy egy-két hibával, egy-két lépés előrébb vagyunk. Na de, csináltunk-e vele valamit? Gázadásra rögtön leállt, srácok. Gázadásra leáll. Teljesen ki van tekerve a csavar, tehát üzemanyagot rengeteget kap. A A verzió. Két dolog lehetséges. A karburátornál a gyors járatú az totál gatyára van dugulva, vagy pedig klasszikus, tehát itt a klasszikus simmering probléma esete forog fenn, amikor több levegőt, mikor adunk neki a gázadással, abba a pillanatban elhal a gép. Tehát ez ilyen klasszikus simmering probléma, srácok. Tehát aki a videóimat nézi, az ez itt rendben kell legyen. Itt a probléma, amikor nem egy sebből vérzik valami, ugye? Tehát azért mondom, szisztematikusan nekiállsz, tanktól elindulva, benzinszűrő, rendben van. Nem ereszt a tank, ugye? Tehát meg fogja tartani a nyomást, mert fontos, mert primérpumpás. Membránszet, rendben van. Tűszelep, rendben van. Tehát ezeken így haladsz keresztül, így még mindig ott tartunk, hogy ha még ilyen olcsó, utána gyártott cuccokból mész, hogy ilyen 2-3 ezer forintnál tartasz. Tehát ez semmi. Na hát, és akkor mostantól kezdve megléphetjük azt a lépést, hogy lekapjuk a lentkereket, ránézünk a főleg arra az oldali szimmeringre, mennyire olajos a környéke. Ha nedvesen olajos, akkor nem is kell gondolkodni tovább, még csak nyomáspróba se kell, mert nem lehet nedvesen olajos. Ha száraz, porosan olajos, az is legyen gyanús. És nyilvánvaló, ha cserélsz szimmeringet, akkor már rá fogsz rángatni a csapágyra. Amennyiben a csapágy még jó, én nem szoktam cserélni, valaki igen, ez mindenki maga döntse el, pénztárca függő. A másik dolog még az, hogy ha egy oldalon cseréltem a szimmeringet, általában kicserélem a másik oldalon is. Ez fog következni, srácok. Tehát még egyszer mondom, egy ilyen fűkasza vagy láncfűrész, tehát három fő dologból áll. Üzemanyagellátás, tömítettség és a kompresszió. Habár a kompresszió is a tömítettségek kategóriájába tartozik, nincs nyilvánvaló, kell egy jó beállítás. Ez teljesen rá van adva, de még kíván. Tehát ez is legyen gyanús, ha teljesen ki van tekerve, és még kíván, és még kormos is a gyertya, kiégni se tud, ez mindig falsolás, srácok. De az, hogy hol falsol, ez lehet egy sima papírtömítés probléma is, nem csak szimmering probléma. A helyzet az, hogy én ilyenekben nem vagyok felkészülve, most le fogjuk szedni ugye a lentkereket, meg a berántó részt is, tehát le fogjuk róla bontani, majd ott szembesülünk vele, hogy milyen méretű szimmeringek vannak benne. Nekem rengeteg szimmeringem van Stihl modellekhez, ha szerencsénk van. Ja, és kínai gépekhez is vannak szimmeringeim tartalékban itthon, tehát hogyha szerencsénk van, akkor valamivel tudjuk helyettesíteni, tehát nem valószínű, hogy én bemegyek a Husqvarnába, és ehhez bármit megveszek. Nyilván a két furatot lehetne használni lehúzó furatnak, jelen pillanatban ilyen nagy méretűt semmit nem tudnák rátenni, úgy kéne csináljak. Egész egyszerűen ráteszel a csavar, kihajtott csavarra egy ilyen kínai krovát, amit nem annyira sajnálsz, megfogod a lenkereket, tehát megemeled, megkocintod az egész történetet. Ugye az anyának szerencsére van ilyen talpa, tehát ez ilyen talpos anya, innentől kezdve
nem a főtenger, még nem a menetet ütötted, hanem a csavar segítségével könnyedén le tudod ütni. Kosszasz volt benne rendesen. Így néz ki. A fene tudja. Nem olajos, tehát nem olyan, amire számítottam, tehát nem olyan abszolút. Nem úgy néz ki, mint egy olyan szimmering, ami ereszt, magyarán szóval, tehát hogy megfogalmazzam pontosan a dolgokat. Az nem jelenti azt, hogy nem ereszt, de nem úgy néz ki. Igen. Jó, először is látom, van benne lentkerék, kék, azt ilyenkor ki kell szedni, mert ne veszítsük el a fejünket. Vagy szerelgetem szét fel a gépet, úgy kihullott bele még egy ilyen tömítés, ilyen házilag parkácsolt valami. Eléggé érdekes. Főleg ez a középső luk kialakítás. Rászak én ezeket úgy szoktam, hogy rárakom üllőre, satura, vagy bármire. Ha megvan az, hogy milyen méretű luk kell, akkor keresek egy olyan méretű krobát, megpróbálom ráhelyezni, ugye az vason áll, és kalapáccsal megkoppintod. Aztán fogod is teljesen kör alakot kitörsz belőle, tehát nagyon egyszerű csinálni egy ilyen tömítést. Na de, itt tartok, srácok, hogy szerelném szét fel a gépet. Egy kipufogó csavart nem bírok kivenni. Az egyik ilyen kínai jellegű, ez ilyen, mi is, Kraftek csavarkészletemet teljesen letekertem át, tehát elforgott ez a csavar, úgyben nem most ilyen csavarlazítós pihentetés alatt áll. Az ütve csavarozót az csak üt, tehát ilyen csavarra lehet tönkretenni az ütve csavarozót, úgyhogy azzal nem fogom, mindenképpen kézzel akarom majd meglazítani. Nem csak ezt az egy dolgot nem tudtam leszedni róla, ezt se tudom leszedni a berántónak ugye a tárcsáján. Kísértetésen hasonlít egy kínai fűkasszának a berántó tárcsájára, avval a különbséggel a kínai fűkasszánál van itt egy csavar, egy 13-as csavar, amire ráteszed a kulcsodat, azt letekered róla. Ennél gyerekek nincs. Na most ezt a vékony, papírvékony házat, tehát hogy kitámasztod a dugattyút is, megütöd, hát ez törik mind a picsa, hát ez egy ilyen spiáter faszom, ez egy ilyen izé. De a ötvezet, akármi, nem fém, nem vas. Tehát ezt ütni nem lehet. Van rajta két luk, nyilvánvaló ezeket a berántó körmöket át lehet oda rakni. Ugyanúgy van szerelve rá a berántó köröm, mint a kínai láncfűrészeken. Hátulról van egy zégel, ami oda tartja a helyére. Tehát ugyanaz, teljes mértékben ugyanaz. Mondom annyi, hogy nincsen rajta leszedéshez csavar. Hát most én gyártottam hozzá egy olyat, hogy két tüske, ráheggeztettem egy ennyira, nem bírtam megnyitni vele, srácok. Inkább elhajlott. Tehát már nincs olyan erős anyagom, mit heggesszek rá. Tehát meg vagyok vele teljesen lőve. Olyan keveset lóg ki, hogy satuba befogni nem tudom. Meg ha befogom satuba, srácok, ez nem egyenes az oldal, vannak egy ilyen kis púpja. A jó édes anyjáért tudja, hogy miért, de van egy kis púpja, hát az beszakad. Az betörik, mert nem egyenes. Tehát nem ezeken a fix, vastagabb ilyen sarkoknál fogna a satú, hanem középen ennél a faszomnál. Hú, gyerekek, ez egy nagyon szarkasza. Bárki bármit is mondjon. Tehát tényleg tök nem érdekel. Ez szerelői szempontból egy rémálom ez a kasza. Ez egy rémálom. Hát srácok, ezeknél a legszarabb stílkaszák is jobbak. Ezt most komolyan mondom. Le kell dugózni, ugye? Tehát le kell zárni rajta minden nyílást, és mondja, egy gyertyanyíláson keresztül a felömlőkön át, átömlőkön, megnyomjuk a forgattyús házba lévő szimeringeket, tengelytömítéseket, és akkor megbizonyosodhatunk róla, hogy valójában ereszt, vagy nem. Három csavar fogja ezt oda, rámegy az eredeti tömítése is, eltesszük. És akkor a tömítés és a fém között, tehát a lukak tulajdonképpen így le vannak szépen zárva. Elképzelhető, hogy apró szivárgás lesz, de az a levegő mennyiség, amivel itt meg fogjuk nyomni, az jelenkez. Annak jelenkezni kell már. Na, próbálok itt egy kicsit állat tartani, mert mindent csak ide pakolok. Elpakolni, mert nem pakolok el soha semmit. Egyébként ez jellemző rá. Kapok is néha a fejemre. Na hát, rajta van a rögtönzött ugye nyomás próbálunk, ami egy autópumpából áll, egy általam gyártott gumicsőből, tulajdonképpen házilagos ledugózásokból,
és nagyon szeretnénk tudni, hogy ez a szimmering ez jó-e, és hogy megpróbálok ráengedni csak ilyen másfél bár nyomást, hopp, ez tartja, srácok. Hoppá, hoppá. Igen, az egyik, eddig bírt a srácok. Eldurrant a szallagunk. Viszont srácok, amire kíváncsi voltam, az így is kiderült, mert 6 bárig nyomtam föl, tehát nem eresztett a... Abszolút nem eresztett a szimmering, tehát ha 3-nál eresztett volna már, akkor cserés, 6-ig srácok nyomtam föl, úgyhogy nem. Itt van, ami megadta magát. A dupla ragasztó szalaga. A kipufogónál 4 rétegben van, plusz egy papír van a 4 réteg között, úgyhogy azért az nem durrant el. Ez itt így eldurrant, srácok. Hát ez így eldurrant, ez a rakszalag is még nem buborékolt, ugye azért akkor szimmering problémánk nincsen. Le kell vennünk a henger, srácok, akármilyen hihetetlen, akármilyen jó itt a kompresszió, srácok, itt dugattyú problémánk van. És elképzelhető, hogy itt nem kompressziónk van, hanem simán szorulás. Tehát szorul. És azt érezzük kompressziónak. Létezik ez. Létezik ilyen. Azért a kipufogónál is szépen megnyomta. Simán papír közötte ezek a rakszalag. Ez is, ez a sima festőszalag is teljes mértékben jó, úgyhogy nem muszáj drágát venni, ha bár ez se olcsó. Mi az, ami nem drága, igaz, srácok? Minden drága most már. Na, hát itt tényleg azt lehet mondani, hogy karburátorunk felújítva, vezetékek felújítva, ez már tényleg nem egy olyan kategóriába tartozó hiba, ami a magánszemélyekre vonatkozna, tehát hogy házilagos hiba elhárítás. Ez már ténylegesen, srácok, ez már ténylegesen szakműhelybe való probléma. 2 csavart megbontottam már, ezt a 2-t is nagyon könnyedén indultak meg a hengertalpcsavarok, úgyhogy ezt a másik 2-t így kamerába szeretném. Látjátok, ez egy kicsit arra utal nekem, hogy ezt nemrégiben leszették ezt a hengert. Ez egy csavar volt, amelyik a legerősebben volt, de még ezt is 2 ujjal simán ki tudtam bontani. Egy darabig még fog a benzin így a csövekből még csöpögni, hogy rohadjon meg. Ezt a hosszú torszót csak kimondottan a hengerek leszedésén használom, mert olyan drága volt, hogy hoppá, hogy másra sajnálnám. Nincsen, nem látszik, hogy valahol falsolt volna, mert mindenhol száraz. Az is igaz, hogy nem ment a kasza, mitől lenne ezért fótos, ugye? Tehát mitől lenne benzinfótos. A henger az jó, egyébként. De az, hogy mi miért ilyen barna, belül ilyen barna foltok vannak rajta, ezt még nem nagyon láttam én még ilyet. Tehát ilyen barna foltok, ezek mik? Miért ilyen? Hát a kompresszió az olyan volt, hogy kifordult a kezembe az egész. Hát nézzétek meg a dugattyút, srácok. Tiszta egy cox. Én azt hittem, hogy ezen van valami be, de hogy is, tiszta egy élő cox. A szív oldal nem, de ez az oldal, ez kegyetlenül. Tehát érdekes a henger, egyébként érdekes a henger, hogy ilyen barna, csúnya az egész. A hengerfej tele égés terméke, tehát az tele, tehát igazán jó olajat ez nem. Ilyenkor, ha megkérdezem a gazdáját, akkor azt mondaná, hogy 100-as benzin full szintetikus. Tehát ez tuti. Tuti 100. De oda nézzetek ott benne. Hát ez vastagon, a csavarhozó le tudom szedni az izét. Tudom kaparászni az égés terméket. Tehát ilyen van benne. És még nem értem el az alumíniumot. Potyog ki belőle. Na, ezt nem értem, srácok. Ilyet én még életemben nem láttam. Ez a kasza, ez meg lett sütve. És mégis a kompresszió azt mutatja, hogy jó. Nem lehetséges ez, hogy újra lett gyűrűzve. De hát akkor miért nem pucolja meg a dugattyút? Nem igazán értem, mi ez.
Vagy már az, ez nem is kompresszió, nem ez a cox, ez tömített, ez szarult. Szorul a hengerbe a dugattyú, vagy mi? Elkoptak a gyűrűk, csak lehet, csak annyi a gond. Mert egyébként a... Én nem látok rajta kopást egyébként, de hát nagyon ronda állapotban van. Ha megnézzük, hogy milyen a gyűrűhézag, megpróbálom egyenletesen betenni egyformán a gyűrűt. Szemre nem olyan nagy. Na, srácok, itt innentől már, amikor a nyomásolóától kezdve, ez már az a téma, amit nem magánszemély igazából nem nagyon csinál, meg szerintem nem is kell. Én már olyan mértékben nem számítok magánszemélynek, hogy már közület vagyok. Na, srácok, 50-essel indítunk. Az 50-es húzósan beért, tehát magyarán szóval ez az az állapot, amikor ildomos gyűrűt cserélni. Ez volt a felső. Nézzük meg az alsó gyűrűt. Elméletileg oda nem fog bemenni az 50-es, mert az alsó nem kapik akkorát állítólag. Azok szerint, akik értenek ehhez. Én nem értek. Tehát én hallgatok rájuk csak. Oké? Okay. Már ránézésre is kisebb, és ez igaz lesz, srácok. Ennek a kreténeknek igazuk lesz. Nem megy bele. 40-es. Tehát a felsőbe 50-es. Az csere, azt tuti. De hát ilyenkor kettő cserélünk, tehát nem egyet. A 40-es belement húzósan. Ekkora különbség alsó és felső gyűrű között. 40, 50. Oké. Okay. Tehát 40-re még azt mondanám, hogy mind a kettő 40 lenne, akkor lepucoljuk a dugattyút, azt így mehet tovább. Komoly, nagyon komoly mennyiségű srácok ez az égés termék. Ilyen ilyet nem láttam még. Írjátok meg, ha láttatok már ilyet. Nézzétek meg, jön le róla. De ez hogy? Ez okozta szerintem ezt az őrült kompressziót, hogy a gyűrűk átengedték az égés terméket, és ebből készített, ragasztott a dugattyúra magának egy felületet. Csodálkozok rajta, hogy nem nyeste meg, nem sikálta meg a hengernek a felületét ez. Én még ilyet nem láttam, komolyan mondom. Én azt mondanám, hogy a dugattyú az szerintem jó. Én vennék a géphez egy tömítéskészletet, ami a karburátorhoz megy, a szívócsónk alá, egy kipufogó tömítést, akár egy hengertől. Meg is nézzük, hogy mibe kerül most, srácok. Ez lesz a videó vége, hogy utána nézzünk, hogy mi az internetről tudunk-e vásárolni. Srácok, ilyenre pucolta meg a Bíró RP ez a kis monológ alatt ezt a retek dugattyút, mint a gyári. És jó állapotban van a dugattyú, és nem értem ezt a kokszogódását. Komolyan mondom, nem értem meg. Fogalmam sincs, hogy mi itt a probléma. Hengert kipucolom. A rossz hírem a tulajdonosának az, hogy ebben már nem lesz semmi, ma péntek van. Ugye én vasárnap megyek Németországba. Én ma, ha rendelek, az csak hétfő jönne meg, akkor meg már nem vagyok itt. Meg kell várjad a kaszádat, egyet tudok ígérni, hogy ez a kasza úgy megy haza, hogy neked örömet fog okozni. Ha bármit mást most visszaküldöm neked, látod, mi a probléma, nem vagyok benne biztos, hogy meg tudod oldani. Hidd el, hogy ezzel jársz a legjobban, ha megvárjuk itt az egész történetet. Elképzelhető, hogy ha nem drága, mindjárt megnézzük a videó végén, hogy akár a kertmotorban találunk-e hozzá tömítéskészletet, vagy fölmegyünk Husqvarna oldalra, tehát hogy találunk-e hozzá tömítéskészletet. Ha annyiba kerül, mint a Stihl FS 300, vagy a 6000-7000 forint egy tömítéskészlet, plusz kettő szabergyűrű, akkor nincs miről beszélünk, 10.000 forintból ez a gép talpra lesz állítva a kínai membrán szettel együtt. Na, srácok, nézzük az árakat, ezzel búcsúzok, sziasztok! We'll be right back.